Hetedik alkalommal rendezik meg az Expert FPS vitorlás kupát Helyőkeresztúron. A verseny pénteken kezdődött és vasárnapig tart. Két hajóosztálynak, a finn és a kalóz vitorlásoknak hirdettek versenyeket. A résztvevők többek között a Balaton, a Velencei tó környékéről, Sopronból, Máiból és Miskolcról érkeztek, valamint idén először külföldről is jött versenyző. Több mint 20 finn osztályú hajó szállt vízre pénteken Helyőkeresztúron. A hetedik alkalommal megrendezett vitorlásversenyt két hajóosztálynak hirdették, a finn és a kalóz vitorlásoknak. Csak nem 70-en vesznek részt a megmérettetéseken, a résztvevők az ország több pontjáról jöttek. Idén először külföldről, Szerbiából is érkezett versenyző. Itt sose voltam, először jöttem ide. Miskolcra voltam még, de májtól nem ezen a tavon. Azt szeretem jönni, mert ilyen nem leírásban van, de megvan ilyen, ők jönnek hozzá, vagyis a magyarok jönnek Palicsra, Szerbiába, mink jövünk hozzá, ez így van. Szóval, de szeretem mindig úgy tavakon kipróbálni magamat. Nem voltam még sosem. Székely Antal már számos sikert aratott, mint vitorlásversenyző. 1988-ban például az olimpián is részt vett. Elmondta, bízik a kedvezően szeles időjárásban, de minden helyzethez igyekszik alkalmazkodni. Minden víz más, ez egyértelmű, tehát minden helyszínnek vannak sajátos célviszonyai. A víz mélysége meg a nagysága az ad egy hullámzási rendszert, attól függ, hogy milyen erős a szél, azért azt az ember jó, hogyha megérzi. A széljárást azt nem tudjuk befolyásolni, de elméletileg mindig van egy kis taktikánk, hogy körülbelül mit szeretnénk vitorlázni, pályaszéle, pályaközepe, másik széle, és hát ezt menet közben is tudjuk módosítani a fejünkbe. A finn hajóosztálynak 3 nap alatt összesen 9 futama lesz az 5 tó bajnokság részeként. A kalózosztálynak szombaton kezdődik a ranglista verseny 6 futammal. Az egyik az egy személyes hajóosztály, a legutóbbi olimpiáig ez egy olimpiai hajóosztály volt, ez a Findingi, a kalóz az pedig egy közel 80 éves hajóosztály, amit Németországban terveztek, és azóta is versenyzünk, az viszont egy 2 személyes hajóosztály. A finneseknél a futamokból a legjobb 7, a kalózosoknál pedig a legjobb 5 futamot fogják értékelni a szervezők.